Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk hozzá, magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel nemrég voltunk 35 éve házasok, és 37 éve ismerjük egymást, és hát elmondhatjuk azt, hogy boldog család életünk van. Hát ez nem mindig volt így, sokat tettünk érte, hogy ez így legyen. Van két fiú gyermekünk, akik ugye már elérték a felnőtt kort. Én egyébként 1987 óta foglalkozok emberekkel, tehát akkor kezdtem el emberekkel való foglalkozást. 91-től dolgozom csapatban, 93-tól tanítok, vezetek embereket. Azóta volt szerencsém a csapatommal több százezer embernek elvinni valami életjobbító lehetőséget, és több tízezer emberrel együtt működni. Ez ugye nagy részben személyesen is meg lehetett oldani. Amit most csinálunk, az egy teljesen egyedülálló és különleges dolog. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy ugye eredendően négy különböző területen lettünk piacvezetők, amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, és az a tevékenység, amit igazából most csinálunk, az egy olyan dolog, ami az eddigihez képest, amit előtte csináltunk, teljesen eltérő. Ugyanis három területen, pénzügyi területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel. Amit most csinálunk, az viszont szellemi terület. Sőt, teljesen szellemi terület. Mit jelent az, hogy szellemi terület? Hát az anyagtól egy kicsit, nem tudom mennyire tudjátok, hogy a szellemi fejlődés az anyagtól indul, tehát teljesen az anyagba zárt ember, tehát ami azt jelenti, hogy teljes egészében az anyag befolyásolja az életét. És ennek a másik része, tehát a szellemi fejlődés vége, az pedig azt jelenteni, hogy egy teljes olyan fajta működés, ahol az anyag az már gyakorlatilag azon a szinten van csak jelen, hogy a teremtés szintjén. Na most ezt a bolygón, ebben a létformában, amin élünk, még nem tudjuk megvalósítani, de igazából ez lenne a cél, hogy képes legyen az emberi lélek arra, hogy az anyagtól elszakadva teljes egészében, tehát mondjuk a testtől elszakadva, képes legyen teremteni. Tehát van egy szellemi fejlődése az embernek, ami, vagy kellene, hogy legyen. Tehát ugye ott tartottam, hogy az anyagtól teljesen elszakadt lélek képes lenne arra, hogy teremtsen anyagot anyag nélkül. Na tehát az azt jelenti, hogy hát most gondolj bele, ma a legtöbb ember az igazából teremteni nem tud, csak átalakítani. Tehát átalakít dolgokat, tehát mit tudom én, mondjuk a halmaz állapotát vagy a szerkezetét átalakítja. Ugye ma inkább erről szól a teremtés, de hát ez igazából átalakítás.
Képzeld el, akkor ahhoz képest mekkora változás lenne, hogy nem testben lévő lélek, egy szellemlény képes arra, hogy mondjuk az energiából, ami ugye nem kézzel fogható, létrehozzon mondjuk anyagot. Tehát ugye egy elég más dolog. Na most nekem ebben semmi gond nincs azzal, hogy valaki ilyenekben nem hisz, vagy azt hiszi, hogy ez egy hablagy. Tehát semmi gondom nincs azzal, hogy ő bele van ragadva az anyagba. Az az ő baja. Hát az azt jelenti, hogy ő a szellemi fejlődés elején jár, és lehet, hogy ebben az életében ki sem mozdul a szellemi fejlődésből, tehát ebből a szellemi fejlődésnek ezen az alapszintjén, ahol teljes egészében meghatározza az anyag az ő életét. Nekem ezzel semmi gondom nincs. Ez, mondom, nem az én problémám, hanem ez az ő problémája. Tehát aki esetleg így gondolkodik. És természetesen, ha az ember bele van ragadva az anyagba, ahhoz, hogy eljusson oda, hogy test nélkül képes legyen teremteni szellemlényként, hát az egy elég nagy különbség a fejlődési skálán. Na most, ha valaki el sem akarna oda jutni, hogy képes legyen mondjuk szellemlényként testen kívül, tehát úgy értve, hogy test nélkül teremteni, semmi gondom nincs ezzel. Az ég adta világon, mert ez az ő személyes szociális problémája. Tehát, hogyha valaki bele van ragadva az anyagba, semmi gond nincs azzal, hogy ő azt hiszi, hogy egy élete van, egy halála van. Higgye, és sokkal nehezebb lesz neki a következő élete. Semmi gond nincs ezzel. Tehát mindenki a saját életének a kovácsa, semmi problémám nincs azokkal, akik tudatlanok. Mert az nem az én problémám, hanem az övéké. Tehát ami azt jelenti, hogy az embereknek attól, hogy nincs annyi tudásuk, hogy hogy kellene elindulni egy szellemi fejlődés útján, és az miért fontos lenne, és miért lenne értelme, ez megint nem az én problémám, hanem az ő problémájuk. Erről elég sok minden van a világban, de azért egy-két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Tehát, ugye mi, nekünk, embereknek pont az lenne a célunk, azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy azt az utat bejárjuk, hogy a teljes anyagba zárt lényként, mit jelent az, hogy teljes anyagba zárt lény? Most képzeld el, mit tudom én mondjuk, ezen a bolygón honnan indult el az ember? Hát onnan, hogy még a tűzzel sem tudott bánni. Ami azt jelenti, hogy például, hogy a tűzzel tudjon bánni, ide le kellett jönni magasabb, felsőbbrendű lényeknek, és meg kellett tanítani az embert arra, hogy egyáltalán mondjuk tüzet tudjon gyújtani. És ne féljen a tűztől, mondjuk képes legyen megsütni vagy megfőzni dolgokat. Az ember magától erre nem jött rá, ehhez kellett külső segítség. Tehát az azt jelenti, hogy olyan szinten anyagba volt zárva az ember, hogy gyakorlatilag hát úgy működött, mint egy állat, aki képtelen a teremtésre. Tehát képtelen a teremtésre. Tehát az nem teremtés, hogy mondjuk egy ragadozó vadállat leül egy másik állatot, vagy az nem teremtés, hogy mondjuk egy növényevő megeszik egy növényt. Meg az se teremtés, hogy mondjuk, mit tudom, a madárnak lesz egy tojás, amiből ki kell a fióka, hogyha melegíti. Vagy mit tudom én, mondjuk egy emlős, mit tudom én, kihordja a kölykét, aztán
ugye meg, mit tudom én, megelli, mert ne azt mondjuk, hogy megszüli, mert mondjuk az ember szül, az állatok meg inkább ellenek. Szóval a lényeg az, hogy, körülbelül ennyit tudott az ember, mint az állatok, az azt jelenti, hogy a teremtés az nulla szinten volt. Mondom, arra nem volt képes az ember magától, hogy a tűzzel tudjon bánni. Az, ugye kezdetben ez úgy működött, hogy, az embereknek őrizni kellett a tüzet 24 órán keresztül, mert nem tudták újra gyújtani. És ez mondhatjuk azt, hogy évezredeken keresztül így volt. Hát arra se voltak képesek, hogy felfedezzék azt, hogy hogy kell gyújtani tüzet. Na most akkor ugye mondhatnád azt, igen ám, de mi van azokkal, akiket úgy hívnak, hogy feltaláló? Na most ezen a bolygón semmi nem lett úgy feltalálva, hogy a világegyetemben az már nem működött volna. Valahol. Na most akkor onnantól kezdve akkor mit talált fel az ember? Tehát bármilyen találmány, amit ezen a bolygón létrejött, egy ember feltalált, a sugallták számára, és a sugallat alapján volt képes arra, hogy azt a dolgot, mit tudom én, megszerkessze, vagy megtervezze és létrehozza. Sugallat alapján. Tehát az azt jelenti, hogy kapott információt felsőbbrendű lénytől, és annak alapján létrehozta azt, amit felfedezett. De ehhez képest ugye jó nagy egóval rendelkezünk mi emberek, és azt hiszük, hogy mi milyen okosak vagyunk az univerzumban. Mondom, semmit a bolygón nem fedeztek föl, ami ezen a bolygón nem működött volna. Most mondok egy példát. Mit tudom, létrehozták az első atombombát, ugye a 40-es években. És fölrobbantották, ugye 45-ben, ugye két városra rádobták, és két várost ugye a földdel tettek. Egyenlővé, köszönöm szépen. Földdel tették egyenlővé ezt a két várost, ugye Nagasakit meg Hiroshimát. Na most, de atomrobbantás volt ezelőtt 1000 évekkel a bolygón. Tehát atomrobbanások nyomai fellelhetők a bolygón. Olyan atomrobbanások, ami nem az elmúlt 100 évben történtek, hanem 1000 évekkel ezelőtt. Olyan atomrobbanás is van, ami 15 000 éves atomrobbanás hely. És annak a krátere. Hát persze erről az embereknek nem beszélnek, mert hát ugye milyen jó az, hogy mi milyen okosnak tartjuk magunkat. Csak hogyha nem lett volna külső segítség, akkor még tudod, mit csinálnánk? Barlangokba meghúzódnánk, még tüzet se tudnánk rakni. Érted? Na most, tehát itt vagyunk mi emberek, ugye az lenne a most gondolj bele, egy olyan lény, amely még tüzet se tudott rakni, az milyen szellemlény volt? Az milyen teremtő képességekkel rendelkezett? Egy szellemlénynek az a lényege, hogy képes a szellemi teremtésre. Nem véletlen a nyelvünkben benne van, hogy szellemi alkotás. Tehát képes arra, hogy a szellemével, tehát egyszerűen test nélkül, a tudatával teremtsen. Na most akkor ehhez képest gondold végig, mondjuk azok az emberi lények, amelyik mondjuk külső segítség nélkül barlangokba éltek, azok mit teremtettek? Az égett a világon semmit. Miért jöttek létre városok,
ugye ezen a bolygón, mert hozzásegítették a tudáshoz az embereket, hogy képesek legyenek egyáltalán építményeket létrehozni. Hát megnézzük például mondjuk az ősi építményeket. Törökországban van a Pocakos hegy, hogy hívják, törökül, ahol mit tudom én mekkora, ilyen több, hát ilyen hány valami, 9 négyzetkilométeres területen találtak ugye ilyen 15 ezer éves építményeket. És tehát magyarul azt hiszem Pocakos hegy, törökül, ha utána néztek a neten, ugye úgy lehet, hogy ismertebb a neve. Tehát lényeg az, hogy mondjuk 15 ezer évvel ezelőtt olyan építményeket építettek, mondjuk például mit tudom én a piramisokat, amit most nem bírnának megépíteni. Na most, ami azt jelenti, hogy itt éltek olyan emberek, vagy olyan lények, olyan fejlett lények, akik sokkal fejlettebb technológiával rendelkeztek, mint mi saját magunk. Tehát, mint most jelenleg. Na most, hát hogyha rendelkeztek fejlettebb technológiával, akkor azok a fejlett lények a fejlettebb technológiájával, technológiájukkal hova lettek? Hát nyilvánvalóan valamilyen oknál fogva elhagyták a bolygót. Nem biztos, hogy mindenki, de hogy egy része az elhagyta, az biztos. Tehát ami azt jelenti, hova lettek? Hát nem ők fejlődtek vissza arra a szintre, amin mi vagyunk, hanem fogták és itt hagyták a bolygót. És előtte létrehoztak egy olyan emberiséget, ami bele van zárva teljes egészében az anyagba. Érted? Most gondolj bele, tehát egy olyan lény, amelyik mondjuk barlangokban volt kénytelen lakni, emberi lény, és gyakorlatilag úgy tudott élelmiszerhez jutni, hogy leölt állatokat, vadállatokat, mert még háziasítani se tudott, tehát leölt vadállatokat, hát abban mi volt a teremtés? Hát gyakorlatilag a túlélésükről gondoskodtak, így van, semmi más, tehát ott teremtés nulla volt. Tehát most ez azt jelenti, hogy egy lény, egy emberi lény teljesen be volt zárva egy testbe, ahol nulla teremtéssel rendelkezett. Érted? Na ez a szellemi fejlődés alapja. Tehát beraktak minket egy ilyen fajta működésbe, a lelkünket. Hát most gondolj bele, mit tudom én, megszületett a gyereked. Kinek született gyereke már? Tegye fel a kezét. Oké, megszületett a gyereked. Ha a gyerekedet nem tanítottad volna, nem nevelted volna, és nem lett volna semmilyen társaságba, elszeporáltad volna mondjuk egy helyiségbe, és egy lukon beadtál volna neki enni. Mit tudna csinálni? Tehát magától mit tudna csinálni? Semmit. Érted? Semmit. Na most az ember honnan tudott bármit is csinálni? Onnan, hogy kapott felső segítséget, ezáltal ugye azon a területen elkezdett jobban működni, majd a gyerekének átadta, vagy a leszármazottjának átadta a tudást. Érted? És akkor az a leszármazott is továbbadta a tudást. Majd mikor megint úgy látták, hogy jó, akkor segítsünk be, akkor megint adtak tudást fentről, lejöttek, adtak tudást, és az emberek megint többet tudtak
létrehozni valamit, és akkor továbbadták a gyereküknek, illetve a leszármazottaiknak. Most gondolj bele, mondom még egyszer, hogy mire ment volna bárki tanítás nélkül? Vagy egy olyan társaság nélkül, ahol el tudod lesni dolgokat? Semmire nem ment volna senki. Akármilyen jó képességi szülőktől származik. Világos ez? Tehát mondom, akármilyen jó képességű szülőktől származik. Tehát ugye vannak ilyen mesék, de valamilyen szinti történet alapja van, ugye Maugli vagy Tarzan, amit ugye az állatok nevelték föl, és úgy is működtek, mint akik fölnevelték, az állatok. Tehát az embernek nincs vele született tudása. Tehát nincs. Ami azt jelenti, hogy bárki most beszületne egy olyan helyre, ahol nincsen közösség, nincs emberi közösség, és nem tud ellesni dolgokat, és nincsenek olyan emberek, akik tanítsák valamire, akkor tudása emberi léptékben mérve nulla lenne. Érted? És ha mondjuk állatok nevelnék idézőjelbe, akkor azt csinálnám, mint az állatok csináltak azok, akik nevelték. Most akkor onnantól kezdve, most gondoljuk végig, hogy elindult az ember teljesen abba bezárva, hogy az anyagtól függjön, akkor talán nem lenne jobb egy olyan fajta működésben létezni a jövőben, hogy te képes vagy kilépni a testedből, és mondjuk anyagot létrehozni tisztán az energiából, mint szellemlény. Nem lenne jobb? Tessék? Anyagot létrehozni? Testen kívül. Hát most a testnek mi értelme van? Én azt látom, hogy van értelme az embereknek. Jókat zabálnak például. És élvezik a zabálást. Nem? Miért nem ezt csinálják? Meg jókat lehet szexelni, nem? És élvezik a szexet. Nem? Tehát nem akarok senkit megbántani, de ez tényleg így van. Nem? Vagy mire jó még a test? Mire jó? Tehát ezeken kívül. Ezeken kívül mire jó? Ha meséljetek még ezen kívül valamit. Mi az, ami miatt jó a test? Hát ha ki akarsz menni az a szobából, akkor ki kell nyitni az ajtót, vagy egy ajtó, vagy egy átjáró kell. Nem tudod azt megtenni, hogy fogod, azt átmész a falon, nem? Szellemlényként simán megcsinálnád. És melyik az egyszerűbb? Hát ha például azt akarod, hogy na most el akarok menni, mit tudom én mondjuk, valahova, Ciprusra, akkor föl kell ülni valami közlekedési eszközre. Hát nem jobb lenne, hogy egyik pillanatban azt mondod, jó, akkor most Cipruson akarok lenni, és már ott lennél. Hát most melyik az egyszerűbb? Hát biztos jó ott utazgatni órákat, vagy mondjuk azt mondod, hogy Amerikába el kéne jutni, jó, akkor utazunk 8 órát. Baromi jó. Az közben meg egy szempillantás alatt ott tudnál lenni. Most melyik a jobb? Hát biztos jó ez a test, nem? Hát ez tök jó, hogy van. Él vagy 80 évet, úgy átlagosan, baromi jó. Hát mondom azoknak, akik anyagban vannak zárva. Tehát akikkel elhitetik azt, hogy egy élet, egy halál, és minden az anyagról szól. Mondom azoknak. Hát de melyik lenne a jobb? Az, hogy be vagy zárva, és ha nincs anyagi javad, akkor arra se vagy képes,
hogy mondjuk elutaz 200 kilométerre. Érted? Akkor arra vagy képes, hogy lábbusszal oda ballag. Nem? Mert még arra sincs pénzed mondjuk, hogy egy biciklit vegyél. Vagy egy kicsit gyorsabban halad 80 kilométerre. Ha 80 kilométerre el akarná menni gyalog, mehetné egy darabig, nem? Hát a tizenvalahány óra alatt nem érnél oda, mert max nagy tempóban, jó tempóban 5 kilométer tud az ember menni. És akkor meddig bírja egyfolytába? Hát az azt jelenti, hogy akárhogy nézzük 16 óra. De 16 órán keresztül tudni nem bírná menni, mert meg kellene állni ennek, annak, amannak. Tehát nem bírnád az 5 kilométeres átlagsebességet tartani. Tuti. Na, hát de a lóhoz is kell pénz, hogy legyen egy lovad, ha csak nem lopnál egyet. Nem? Tehát most gondolj bele, ma milyen szabadság az, hogy bármit akarsz csinálni, bármit, ahhoz anyagi javakra van szükséged. Hol itt a szabadság? Tehát ami azt jelenti, hogy bármit akarsz csinálni, először dolgoznod kell másoknak, nem magadnak, másoknak, és akkor abból majd csúran cseppen valamicske, és akkor tehetsz azt, amit szeretnél. Miért nem így van? Hát korlátozott mértékben. Korlátozott mértékben azt, amit szeretnél. Tehát ez szabadság? Na most akkor mondok még dolgot, jó? Tehát amikor valaki megszületik, akkor gyakorlatilag bezárták a testbe. Ebből a testből akkor fog kilépni, amikor meghal. Nem akkor született azt, amit bezártak a testbe, amikor megszülettél. Hanem ez, amit bezártak a testbe, amit úgy hívnak, hogy lélek, az legrosszabb esetben is több millió éves. 6 te öreg lélek vagy, akkor több milliárd éves vagy. A lelked. És egy ilyen öreg lelket ide leküldtek, és betettek egy olyan testbe, hogy előtte kitörölték az összes tudásodat, hogy nulla tudásod legyen, hogy ne emlékezz semmi rosszra, hát de ezáltal a jóra se. Hogy ne legyen semmi rossz előzményed, hát most képzeld el, milyen jó lenne, ha tudnád, hogy hány embert öltél meg az előző életedbe. Biztos szuper lenne, nem? Főleg úgy, hogy voltak világháborúk, tudod? Tehát ez emiatt jobb, ha nem tudod, hogy milyen bűnöket követtél el az előző életeidben. És akkor leszülettél tudás nélkül, bekerült a tested. És akkor az elmúlt 100 évben a lakosság létszáma bolygószinten az megtöbbszöröződött. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a 100 évvel ezelőtti viszonyhoz képest mondjuk vagyunk 5-ször annyian a bolygón. Tehát 5-ször annyi lélek van testbe zárva, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. Érted?
Tehát kénytelenek voltak ötször annyi lelket ide bezárni a testbe, mert mi úgy gondoltunk, hogy nekünk az a jó, hogy szaporodjunk, mint a nyulak. Az emlős amúgy is sokat tud fialni. Tehát elég szapora fajta az emlős. Tehát most gondold végig, ha mindenkinek csak egy-két gyereke lett volna, akkor a bolygó lélekszáma az elmúlt 100 évben nem nőtt volna, nem csökkent volna. Érted? Ami azt jelenti, hogy igen, magas fejlettségű emberek azt gondolják magukról, hogy ők milyen fejlettek, vallás szempontjából beszélek. Tehát ugye hallunk olyan, hogy keresztény, nézzük csak a legnagyobb vallásokat, keresztény vallás, mohamedán vallás, hindu vallás, mondjunk még, buddhista vallás. Aha, és akkor nézzük meg, milyen fejlettnek gondolják mindegyik magukat, nem? Elmondják, hogy az övéki a legjobb vallás, nem? Nem ezt mondják? Mindegyik azt mondja magáról, hogy az övéki a legjobb. Nem ezt csinálják? Aha, és az övéki a legjobb, akkor miért nem tanítják azt, hogy kevesebb gyerek szülessen? Hogy ne zárják be a lelkeket a testbörtönébe? Hogy? Hát hogy születne kevesebb, mikor már lassan 8 milliárdan vagyunk? Tehát úgy szaporodunk, mint a nyulak, szó szerint. Hát most ebből a szempontból tök mindegy, hogy keresztény. Itt voltak olyan keresztény időszakok, hogy mit tudom én, 11 gyerek született időszakban. Maradt belőle 8. Anyámék például. Vagy anyósomék. Érted? Vagy a te nagyszüleid, vagy szüleid. Érted? És kereszténység. És a világban ez van. Nézd meg, hogy születnek nyakra főre a gyerekek, nyakra főre, és akkor rém fejlett, szellemileg fejlettnek tartják magukat a különböző vallások képviselői. Hát ha fejlettnek tartják magukat, akkor egy kicsit körül kellene nézni, és azt mondani, hogy de hát be vagyunk zárva egy testbe. És ha szaporodunk, akkor egyre több testbe vagyunk bezárva. Akkor nem javul a helyzet, hanem romlik. Nem? Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézzük, csak két példa, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a bolygón vezetői vákum van. A vezetői vákum azt jelenti, hogy gyakorlatilag hiányoznak a vezetők. Nem azok, akik ilyen önjelölt vezetők, hanem akik tényleg képesek az embereket vezetni. Tehát nem ilyen Gyurcsány, meg Orbán, meg ilyenek, érted? Ilyen önjelölt, ezek önjelölt vezetők. Hanem olyanok, akik ténylegesen képesek embereket vezetni, mint mondjuk Lincoln volt, vagy Kossuth, érted? Akik ténylegesen képesek voltak embereket vezetni. És most a negatív vezetőkről nem is beszélek. Tehát ami azt jelenti, hogy a lakosság lélekszámához képest lényegesen lecsökkent a vezetők száma bolygószinten százalékosan.
és igazából nincsenek nagy vezetők. Hiány van ebben. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyfőre eső szellemi képességek aránya csökkent. Romlott. Minél kisebb volt a lélekszám a bolygón, ha nem hiszen nézz utána, annál több híres neves vezető volt arányaiban. Tehát ez tök úgy működik, hogy minél több gyerek születik, minél többen vagyunk, annál jobban hűlünk. Higul a szellemi képesség, így van? És akkor vallások, meg vallási vezetők milyen okosnak tartják magukat, de nem szabályozzák a népszaporulatot. Mivel? Hát azzal, hogy beszélnének az emberekkel. Érted? Hogy basszus kulcs gyerekek. Hát azzal, hogy 5, meg 6, meg 10 gyereked van, annyi embert bezársz testbe. Annyi lelket, bocsánat, bezársz testbe. Bőven elég az 1-2 is bezárni testbe. Nem 5-10, meg 15. Ami azt jelenti, hogy ráadásul még az emberek, mivel ugye úgy jön le a lélek, úgy költözik bele egy testbe, hogy előtte kitörlik a tudását. Na most azért nézzétek már meg, hogy hány bölcs időset látsz ma a társadalomban. Elvétve, szó szerint. Elvétve. Sőt, azt látod, mintha megfordult volna a dolog. Nem egyre bölcsebbek, meg okosabbak az idősek, hanem mintha ilyen elhűlési időszak lenne. Hát gondold végig, régen, mikor én gyerek voltam, én nem láttam demens időseket, nem láttam. Sőt, ilyen Parkinson kóros időseket sem láttam, meg mi a másik? Alzheimer kóros időseket sem láttam. Ti emlékeztek ilyenre? Most meg tömegével vannak ilyenek. Érted? Szó szerint. És ez tudod mi? Minek a következménye? Tehát az Alzheimer is, a Parkinson is, a demencia is, az agy nem használata. Az agy nem használata. Tehát nem használják az agyukat. Hát tévéhez nem kell agyhasználat, persze. Meg ahhoz se kell nagy agyhasználat, hogy kimenjen a WC-re, tudod. Bár az se sikerül mindig nekik, tudod, hogy időben kiérjenek. Szóval, most gondold végig, hogy nem azt látjuk, hogy az idősek, nem azt látjuk, hogy az emberek szellemileg fejlődnének. Tehát most nézzük meg, most akkor ne az időseket nézzük, nézzük meg a fiatalokat. Jó? Nézzük meg például mondjuk a fiatalok alkoholizálásának arányát. Most vagy ezelőtt 50 évvel? Ne, azért nem a drogot mondom, mert valaki hivatkozhatna rá, hogy hát akkor még nem is nagyon voltak drogok. Hát voltak, mert 60-es évektől terjedtek el, mindegy. De az alkohol az mindig volt. És mikor fogyasztottak az emberek több alkoholt egyfőre? Ma vagy régen?
Hát ez nem kérdés ma. Így van. Tehát amit ha megnézzük, mondjuk a fokozott alkoholfogyasztás, főleg már fiatal korban. Na nehogy ma azt mondja valaki, hogy ez a szellemi fejlődés. Nem? Az a szellemi fejlődés, hogy többet iszunk. Piát, alkoholt. Vagy akkor nézzünk meg másik példát. Magyarország, csak magyar, induljunk ki magunkból, vagy mindenki induljon ki a saját nemzetéből, vagy abból a népcsoportból, ahol él. Mondjuk, mit tudom én, mondjuk a múlt század első felében a lakosság hány százaléka volt vállalkozó? És most a lakosság hány százaléka vállalkozó? Tehát ne számokat nézzünk, hanem százalékot. Tehát régen úgy volt, hogy a lakosság 80 százaléka vállalkozó volt. És 20 százaléka alkalmazott. Most körülbelül fordítva van. Na most, melyikhez kell több, Gógyi? Hát nem kérdés, a vállalkozónak kell több gógyi, nem az alkalmazottnak. Valaki azt hiszi, hogy az alkalmazottnak több gógyi kell, akkor már hülye szegény. Már éli az elhűlést, tudod. Na most, akkor biztos sokat okosodtunk, nem? Társadalmi szinten. Sokkal értelmesebbek vagyunk, meg sokkal jobban kezeljük az élethelyzeteket, meg mindent. Meg olyan, szuper értelmesek lettünk. Nem? Igaz, hogy a 80%-ának meg kell mondani, hogy mit csináljon, be képtelen rá, hogy kitalálja, hogy mit csináljon. Nem? Régen meg csak a 20%-nak kellett megmondani, hogy mit csináljon. Mert a 80% meg kitalálta magától. Tehát, hogy van, hogy lesz ebből szellemi fejlődés? Emberiség szinten. Hogy? Gondoljatok végig. Hát csak úgy, hogy egy egyén föleszmél, kinyílik a szeme, és azt mondja, hogy kellene szellemileg fejlődni, nem? Ha máskülönben hogy? Ha média csak azzal van tele, hogy szellemileg fejlődj, nem? Más nincs is a műsorokban, csak az, hogy amire arra bíztatnak, hogy szellemileg fejlődj, nem? Az összes reklámban az van, hogy te szellemileg fejlődj, nem? A filmek arról szólnak, hogy az emberek milyen szellemi fejlődéseken mennek át, és ezáltal milyen eredményeket elérnek, nem? Hát nem. Hát nem. Hát de mintha pont az ellenkezője lenne, nem? Ha megnézed a reklámokat, és nem tudom, te szoktad-e fogni a fejedet? Mert én igen. Megmondom őszintén. Mondom, ekkora baromságokat hogy tudnak mondani? És az emberek elhiszik. Már a tévé mondja, tudod. De semmivel nem jobb az internet se ebből a szempontból. Mert a fiatalok meg az internetnek hisznek. Ők nem nagyon tévéznek már, közel se úgy, mint az idősebb generáció, ugye, aki jobban tévéhez szokott. A fiatalok már az internet függők. Az idősebbek tévéfüggők, a fiatalabbak internetfüggők. Egyik jobb, mint a másik. Csak hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, azt nem tudom. Hát igen, igen, még talán ebből rosszabb. Igen, mert van egy olyan kimutatás, hogy az átlag magyar, az hány órát tévézik. És valami több mint 6 órát, vagy mennyit. És abban benne van a csecsemő is, meg az is, aki nem tévézik.
De sajnos még nincs egy ilyen kimutatás, hogy egy átlag magyar mennyit bújja a telefonját. Nem? Tehát itt, amikor bemész egy olyan helyiségbe, ahol ott vannak emberek, mint ami mondjuk postán várakozol, mondjuk, hogy befizesd a csekket, vagy valamilyen, mit tudom, ügyintézésre várakozol valahol. Mit csinálnak az emberek nagy része? Nem az idősek, mondjuk a 40 évtől fiatalabb generáció. Mit csinálnak? Fogja és nyomkodja a telefonját. Nem? Nézegeti, és ott bögdösi az ujjával. Nem ezt csinálja? Aha, mert a tévét legalább így nézed. Jó? Mit tudom én, lehet, hogy pont egy szinten van veled, mert körülbelül az a magasság. Ha egy kis, ha kicsit jól csináltad, akkor fölfelé nézel. Tehát a fölfelé nézés az azt jelenti, hogy nem vagy magadba fordulva. Így van, azt jelenti tényleg. Persze, tehát a vízszintestől följebb nézel, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy magadba fordulva. De ha a vízszintestől lefele, tehát a, ugye ez a vízszintes, a szemed magassága a vízszintes, az alatt nézel, és minél lejjebb, akkor egy idő után az ember magába fordul. Ez egy automatikus működés. Tehát a fiatalok magukba fordítják magukat. Király. Mert nem így nézi a izét a mobil, tudod? Nem. Hanem így, érted? Az a magába fordulás. És akkor szépen nézd meg majd a fiatalokat, hogy nem mernek a szemedbe nézni. Érted? Mert annyira megszokja az agy, annyira megszokja a lefelé nézést, hogy egyszerűen képtelen arra, hogy felnézzen. Tehát egy olyan szuper jó világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy itt van a testünk, a testünknek adjunk meg minden, és akkor ez így abszolút boldogság. Ez a mail. Érted? Nem? Most kár, hogy nincs olyan statisztika, hogy most akik mondjuk elmentek nyaralni, azoknak hány százaléka égett le? A bőre. A bőre a napon. Vagy a igen, jó a kérdés, hogy a napon vagy a pénztárcája. Igen, jó a kérdés. Jó, van valami párhuzam a kettő között, igen. Hát én nem a pénztárcára gondoltam első körben, hanem a napra gondoltam. Hát most gondolj bele, alig várta, hogy elmenjen nyaralni, nem? És akkor utána meg egy 4-5 napot szenved, mert leégett. Biztos király, nem az a szenvedés. Tuti. Na most akkor meg nézzük meg a másik nézőpontból is, ha már felhoztad. Elmennek nyaralni az emberek, ugye? És hát nyár van, hát mindenki nyaral, hát nehogy már kimaradjunk belőle a nyaralásba. És akkor utána meg azért szívják egymás vérét a párok, mert nincs elég pénzük. Érted? De szó szerint szívják egymás vérét. Szóval, akkor nézzük, térjünk csak arra vissza, amit ugye említettél, hogy hát milyen, tehát a testünknek, hát mi az öröm? Hát mi az öröm? Hm?
Hát mi az öröm a testünknek? Hát ha te képes vagy a teremtésre, az alkotásra, a létrehozásra, az nem a tested, azt jó, ha tudod. Az a szellemed. Amikor alkotsz, teremtesz, az a szellemed alkot, és nem a tested. A tested éppen mondjuk a kézügyességet kiszolgálja a szellemedet. Slussz. Na akkor a testnek mi az öröme? Hát mondom, két dolog. Kaja, a szex. Nem? Hát ha még megy, tudod, a szex. Van, akinek már a kaja sem megy, tudod? Na hát ez a kettő. Tehát akkor azt mondanánk, hogy ez az élet értelme, nem? Nem? Hát elég érdekes lenne, ez lenne az élet értelme, nem? Hát most gondolj bele, ha férfi vagy, akkor mennyit költesz a szexre? Hát ha van feleséged, akkor feleségedre. Gondold végig. Tehát a feleség a legdrágább szex. Nem vicc. Nem? Lehet, hogy valakinek még felesége nincs, a barátnője, akkor barátnő. De gondold végig. Ja, hát ez így van. Hát azért fizetni kell, hogy szexeljen a férfi. Hát akinek már volt párja, az tudja. Hát hogy ne? Így van. Ha nő, ha férfi, hát ezt tudni kell. Tehát akkor ez az élvezet, ez pénzbe kerül. Nem? És a kaja nem kerül pénzbe. Mennyit fizetsz havi szinten kajára? Egy fő, per fő. Hát így van, az mondjuk egy 50-60, biztos benne van havi szinten egy ember. Egy ember. Ha tényleg úgy normálisan akar étkezni, persze. Tehát normálisan. Szeptembertől még drágább. Okay. Jó. Szóval, tehát ami azt jelenti, hogy most gondolj bele, nem lenne jobb, hogyha mondjuk egy olyan létformában tudnál élni, ahol ezekről nem kellene így ilyen formában gondoskodni? Tehát nem az lenne a legfontosabb, hogy beletömd a hasadat. Bár én beszéltem már olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy ők azért nem akarnak egy másik létformába kerülni, mert nekik a szex az nagyon fontos. Hát más formájú, jó? Maradjunk ebben. Jó? Na most, ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az állatoknál úgy van ez megcsinálva, hogy a hím a szexuális örömért párosodik, és a nőstény pedig az utódnemzésért párosodik. De az állatvilágban a nőstény nem élvezi a szexet. Nem tudom, ezt tudjátok-e. Tehát csak a hím élvezi a szexet, és az a örömérzetért csinálja, a nőstény pedig az utódlásért. Ha nem hiszed, hogy így van, ez néz utána, jó? Tehát ez így működik. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy ez az embereknél is így volt. Valamikor régen, így van. Nem is olyan régen, így van. Ami azt jelenti, hogy a férfi kifejezetten
az örömérzetért szexel, a nő pedig kifejezetten az utódlásért. És ez még pár ezer évvel ezelőtt így volt. Tehát nem is a régen. Sőt, ugye ez bizonyos törzseknél még mai napig is így van. Tehát még mai napig is így van a bolygón. És nem tudom, tudjátok-e, hogy itt a fejlett társadalomban, a nyugati civilizációban a hölgyek 70%-a nem is élvezi a szexet a partnerével. Tehát az azt jelenti, hogy a többségük a nőknek a partnerével nem élvezi a szexet. Tehát ezáltal, ha jobban megnézzük, női oldalról a szex az nem annyira fontos, mint a férfiak részéről. Tehát nem tartozik közel se annyira ahhoz, hogy na most azért születtünk, hogy szexeljünk. Érted? Tehát ez ilyen férfi tulajdonság, de ez az állatvilágból származó férfiúi tulajdonság. Tehát ha valaki azért él, hogy minél többet szexuális élvezetet éljen, hát akkor eléggé állati létformát valósít meg. Ezt csak úgy mondanám. Ha bizonyára ezzel egyesek nem értenek egyet, de hát akkor is ez a tény. Tehát induljunk ki eleve abból, hogy mivel vagyunk mi férfiak különbek, mint a nők. Semmivel. Ami azt jelenti, hogy ha a nők 70%-a partnerével nem élvezi a szexet, és közel nincs olyan szexuális indítatása a nőknek, mint a férfiaknak, akkor miért lenne a szex az egyik legfontosabb dolog az életben? Hát biztos nem azt gondolják a nők többsége, hogy azért születtünk, hogy szexeljünk. Azt tuti. Tehát amikor valaki így gondolkodik, az biztos, hogy valami férfi. És nem nő. Na akkor marad a kaja. Nem? Mert akkor a szex az csak férfi oldalról olyan, amiért érdemes élni. De hát az állatvilág így működik, azért talán nem kéne a férfiaknak azonosítani magukat az állatokkal, nem? Tehát akkor maradjunk a kajánál. Tehát mi a kaja? Élvezeti cikk? Hát sok embernek az, nem? Hát milyen szerepe van az élelmiszernek? Hát az, hogy ellássa a szervezetünket azzal az összetevőkkel, ami a szervezetnek, a testünknek ahhoz kell, hogy létezzen a test, és ne pusztuljon el. Tehát, hogyha elkezdene valaki nem bevinni élelmiszert, akkor a teste elpusztulna. Mert nem jutna hozzá azokhoz, az anyagokhoz, tehát az anyagnak anyag kell. Tehát nem jutna hozzá azokhoz az anyagokhoz, ami a szervezet működéséhez szükséges. Világos ez? Na most, ha mi emberek, tehát nem vinnénk be anyagot, akkor a testünk nem sokáig létezne. Tehát akkor mi célt szolgál az étkezést? Az étkezés.
élvezetet vagy túlélést? Hát egyértelmű, nem? Akkor nézzük, mi célt szolgál a szex az állatvilágban? A szaporodást. Így van, a fajnak a túlélését. Na most attól, hogy az embereket rávették arra, valami le fog esni, az ember, hagyjad most, majd fölveszitek. Ja, hogy ja, beleakadtál valamibe? Vagy mi, valami beleakadt? A zsinórok ott lógnak, mindegy, hagyjad azokat, majd a végén fölveszik. Szóval lényeg az, nem húzódott ki semmi, az a lényeg, azt nézd meg csak. Hát majd fölveszed, hagyjad, majd fölveszed a végén. Tehát gondoljátok végig, hogyha ezek a túlélésért vannak, tehát a szex a faj túlélésért, az élelmiszer pedig az adott test túléléséért, akkor gyakorlatilag ezeknek az élvezeteért születtünk. Tehát most azoknak mondom, akik úgy gondolják, hogy ezért születtek. Hát hány olyan embert hallottál már? Mert én sokat. Akinek, mit tudom, én mondtam, hogy minek iszol? Vagy minek dohányzol? Tehát valami ilyesmit mondtam. És akkor azt mondja, hogy hát minek élek, ha ez sem? Biztos mindnyájan hallottatok már ilyet, nem? Hát basszus kulcs, jó kis magas szellemi szintnek mutatkozik annál a személynél, aki úgy gondolja, hogy emiatt él. Tehát amiatt él, hogy dohányozzon. Amiatt él, hogy alkoholizáljon. Hát ez milyen szellemi szint? Hát ez a szellemi szint legalja az anyag. Hát ez állati szint szó szerint. Tehát azért valaki nőjön már ki, tehát az ilyen ember nőjön már ki az állatvilágból, hát sőt, még lejjebb van, mint az állatvilág, mert az állatok nem dohányoznak, meg nem isznak alkoholt. Tehát valahogy talán ne fölé kellene emelkedni. Tehát rá kellene jönni, hogy mi az ember életének az értelme. Nem? Hát nem az, ami az állatoké. Nem az, hogy túléljen a faj, meg nem az, hogy túléljen maga a személy. Ez egy totál ösztönös működés. Ez minden élőlényben benne van, mint ösztön. És nem kell hozzá ész. Tehát ez egy a legostobább emberi lény is rendelkezik ezzel az ösztönnel, hogy túlélés, hogy legyen utódja, meg ne pusztuljon el a éhen a szervezete. Ez mondom, a legostobább emberi lény is képes erre. Hát lehet, hogy sokan nagyon ostobának képzelik magukat. De én azért a helyükbe kikérném magamnak. Tehát én azért a helyükbe nem azonosítanám be magamat mondjuk az állatvilággal, nem? Hát akkor mi az ember életének az értelme? A teremtés, az alkotás. Érted? Maradandót létrehozni. Alkotni. Teremteni. De ezt hogy lehet? Hogy lehet maradandót teremteni, alkotni? Ha például valaki eddig nem csinálta.
mert mondjuk olyan környezetben nőtt föl, ahol nem ez volt a divat, hanem az volt a divat, hogy együnk, ígyunk, miért élünk? Ezért élünk, kész. Ennyi. De ugye az azt jelenteni, hogyha az ember képessé akar válni a maradandó alkotására, létrehozására, akkor szellemileg fejlődnie kellene. Azért mondjuk gondold végig, mit tudom én, aki mondjuk létrehozta, megtervezte mondjuk a parlamentet, azért annyira sötét nem lehetett, nem? Nem? De ha csak nem a parlamentet hozta létre, hanem mondjuk a Lánchidat Clark Ádám, az se lehetett olyan sötét, nem? Tehát vagy mit tudom én, megfestette mondjuk a Feszti körképet, az se lehetett túl sötét, nem? Tehát most gondoljátok végig, hogy azok, akik valamilyen maradandót hoztak létre az életükbe, azok nem átlag szellemek voltak, és nem átlag szellemi képességgel. Hogy jutottak oda? Akartak oda jutni, érted? Hát ha valaki azt mondja, hogy én soha nem fogom létrehozni mondjuk olyan alkotást, mint a parlament, nem is fog. Biztos, hogy akkor a parlamentet megtervezte is, és ugye létrejött a parlament, annak nem volt ilyen gondolata, hogy ő sose fog ilyet csinálni, érted? Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogy mert elképzelni a saját képességeiről többet. Világos ez? Ma megnézzük társadalmi szinten. Biztos vagy benne, hogy az embereknek csak az lehet a gondolatuk, hogy hát én azt tudom elképzelni, hogy a munkahelyen mondják meg nekem, hogy én mit csináljak. Ez van a többségnél, nem? Hát azt gondolja az ember, hogy hát az a személy, lehet, hogy azt gondolja, tudod, mert az összes kollégája is ez így néz ki, legalábbis ő ezt látja, hogy így néz ki, és azért úgy gondolja, hát ha ez van, ezt kell szeretni, nem? De akkor hogy van az, hogy egyesek meg mégis képesek az alkotásra? Nagyon egyszerű, mert azt mondják, hogy én több akarok lenni, mint az átlag, többet akarok létrehozni, mint az átlag. És akkor itt van nekünk most egy nagy lehetőség a kezünkben, történelmi lehetőség, létre kell hozni az aranykort. Az fontosabb, mint hogy mondjuk megcsináltak Clark Ádám a Lánchidat. Érted? Sőt, ezen a bolygón ennél nincs fontosabb kérdés, mint hogy létrehozni az aranykort. Mit jelentene, tehát mit jelentene az aranykor? Hát, hogy az emberek olyanná váljanak, akik képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni.
Hát gondoljuk végig, melyik a jobb? Így élni társadalmi szinten, ahogy most vagyunk? Vagy pedig egy olyan társadalom lenne, ahol az emberek képesek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni bolygó szinten? Melyik a jobb? Hát nyilván a többség azt fogja mondani, hogy az lenne a jobb. Nyilván nem mindenki fogja ezt mondani. Mert vannak olyan emberek a bolygón, akik azért idéznek elő káoszt, mert a zavarosban könnyebb halászni, tudod. Ezeket úgy hívják, hogy antiszociális személyek. Magyarul elnyomók. De a szociális személyek azok azt szeretnék, hogy legyen egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. De ha az embereknek nincs tudásuk és nem kapnak képzést, akkor sose jutnak oda. Tehát az emberek csak tudás által válnak olyanná, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Másként nem. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ezen a bolygón ki mit tanul. Hogy olyan dolgokat tanulnak az emberek, amire az ég adta világon semmi szükség nincs, vagy olyan dolgokat tanulnak, ami ahhoz vezet, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. És mi vagyunk erre a kiválasztottak, akik ezt meg tudják csinálni, hogy elvigyük azt a tudást az emberiség számára, ami ahhoz kell, hogy az emberiség képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezt meg is csináljuk, és ehhez keresünk társakat. Mert az egy társulás, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni együtt. Ha bármi az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült benned, nézz utána a weboldalunkat. Kérdezz a meghívódat, vagy a vezetődet, vagy az igazgatódat. És gyere közénk, és legyél te is a közösségünk tagja, ahol teljesen vallás és politikai semlegességünk van. Tehát nem számít, hogy kinek milyen a politikai nézete, vagy kinek milyen a vallása. Olyan tudást adunk át, amit az életed minden területén tudsz használni, azért, hogy megakadályozd a problémákat, megelőzd, inkább úgy mondom, a problémákat, vagy ha vannak problémák, akkor legyőzd, és ha egyre kevesebb és kevesebb problémád lesz, meg a környezetedben lévő embereknek is kevesebb és kevesebb problémájuk lesznek, akkor egyre jobban és jobban fogod érezni magad az életedben. Arról nem is beszélve, hogy létrehozzuk az értelmes embereket a bolygón, akik képesek szeretetben, békében és boldogságban élni, mert ahhoz nem sok ész kell, hogy az ember haragudjon másokra, és másokkal szemben ellenséges indítatásai legyenek. Az nem sok ész kell. Vagy irigykedjen, így van. No, úgyhogy 20 perc szünet után leszoktató kócsképzésünk lesz, szenvedélyekről leszoktató kócsképzés. Szenvedélyek az élet megrontói. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek további jó tanulást és sok sikert kívánok. Szeretlek benneteket, sziasztok!